Szevasztok! Csak csendbe! Gyerekek, olyan sztori történt velem, hogy el se fogjátok hinni. Azt a büdös mindenit. Nem tudom, emlékeztek-e rá. Január környékén eljöttem én ide izére, vallatásra. Én jó ateista létemre, mondom, eljövök. Benézek, elmondok egy mi atyánkot, vagy valami hasonló hülyeséget. Aztán majd megbocsátják nekem az összes bűneimet. Hát kérlek szépen, nem egészen így történt a sztori, nem volt ez ilyen könnyű eset. Azért osanok ki a hátsó ajtón, mert fú, valami felgeteges dolog történt velem. Hát gyakorlatilag jött először, találkoztam 6 apácával. Hát a 6, ha azt mondják, hogy izé, na majd ők átveszik a papnak a szerepét, hirtelen aztán majd elkezdenek gyontatni. Ha jó, mondom eleinte, még tetszett is a sztori. Ha hát a 6-ból egy szűz volt még, úgyhogy nem volt semmi gond. De hát amikor megjelent a második tucat, harmadik tucat, és ez a mai napig gyötrés alatt álltam, hát kész voltam. Na de a legrosszabb az, amikor megláttam a papot, pirosba volt, na mondom, ez menstruál. Hát a lófaszt, hát azt mondták, hogy püspök. Ha mondom, itt már nagy a gondok. Nagyok a gondok, komolyan mondom. Hát azt se tudtam, hogy merre meneküljek, hova meneküljek. Nem hagytak, oda bilincseltek az ágyhoz, beöltöztek bőrruhába. Ezek az apácák, ez valami csudák. Hát mondom, hát körülbelül vagy 30-szal találkoztam, abból egy biztos, hogy szűz volt. De hát szerintem, ja, vagy csak izé volt rajta, vastag volt a bugyija, már nem tudom. Vagy nem is volt rajta bugyi? Nem tudom. De azt mondta, hogy szűz. Mert ő olyan Máriás volt. Az is volt a neve, Mari. Nem akartam elhinni. Hát alig bírtam elmenekülni. Szerintem az asszony ma meg se fog ismerni. Nézzük, már szakállam is kinőtt, oda néz. Ó, gyerekek. Hát kész gyötrelem volt az életem. Hát mondom, jó ateistaként én eleget teszek a gyónás parancsának. Úgyse hiszem el, hát mondom, most mi lehet. Január óta, gyerekek, január óta ott voltam. Hát a pofám lefelé szakadozik. Ott tartottak ezek a fapálcák. Hát nézd meg, már megnőtt a termésem is. A vetésem gyönyörű szép lett. De hát az a gyötrés, hogy ezek a zapálcák... Én nem tudom. Úgy viselkedtek, mint akik még nem látott férfit. Komolyan mondom, mint valami izék. Szüzek. Pedig mondom, legalább... Hát maximum egyet találtam szüzet. Kész kínoknak voltam kivetve. Közben meg itt biztos, hogy megszaporodott nekem a tyúkállomány is, a méz is. Lehet, hogy még a méhek is szaporodtak időközben. Hát mondom, a legfélelmetesebb az volt, amikor megjelent az a izé. Akkor a kereszt volt a nyakába, hogy... Elmondom, mindjárt tökön vágja magát. Jaj, nem, azt se tudom már, hogy mit is csináljak. Hát tele vagyok munkával, ezek meg itt zaklatnak ezek. Csak örökké faggattak, hogy hol lakok, mert haza kísérnek váltóruháért. De mondom, nem, mert az asszony kitépte volna a hajamat. Nem az övékét, mert hát ő azt hiszem keresztény, vagy valami ilyesmi. Hisz az ilyenbe. És akkor még minden egyes izé után. Aktus után nekem a pörsőt kellett töltenem. Nem ám a izét, a fém pörsőt. Minden egyes beszélgetés után az ő pörsőjüket. Basszus, már meg ezek tuti, hogy már megint tele vannak. Hozhatom a pótkocsit. Na, hát te meg mit keresel itt? Hát gyerekek, hírni tudtam volna őszintén. Meg jó, hogy a gépeimbe az akkumulátor nem merült le a semmit tevésbe. Most mindent meg kell keresgetnem. Hol lehet a pótkocsim vajon? Ja, jó van, itt van.
Itt van, megvan, ne keressétek. Valami félelmetes volt. Ezt? Hát ezt nem kívánom senkinek. Mondom, azokat a kínzásokat, ízével akartak verni, ilyen bőrkorbáccsal. Beöltöztek bőrruhába, Napközben meg összekulcsolt kézzel mászkáltak ott lefelé, aztán valamit motyogtak az orruk alatt. Félelmetes, félelmetes. Egyszerűen nem bírtam. Nem bírtam. Ezért kellett elmenekülnem a hátsó ajtón. Így, leverem a mézet, összetörik. Azt mondta Doki, hogy lapjával rakjam. Na mindegy, megpróbálom feldolgozni. Tudom, hogy titeket ez nem annyira érint. Mert ti hű keresztények vagytok, hiszitek az egy Istent. Titeket nem viselt volna meg ennyire ez a sztori, de... Engem ez mélyen érintett. Roppant mélyen. Amikor én itthon vár a hűséges feleségem, soha életemben meg nem fordult a fejembe az, hogy én félrelépjek. Mi más nővel halljak. Fúj, gusztustalan, fúj. Hú, bassza meg, most aztán lesz mézem rendesen. Megint csak pakolázhatok egy hétig. Eladom ezeket a méheket, veszek rajtuk izét, Bibliát. És akkor nem kell a templomba járni. Azt mondja nekem az egyik. Én még szűz vagyok, óvatosan. Hát gyerekek. Az öreg parasztbácsi kandikált visszafelé a lovaskocsival. Mondom, hogy vagy te szűz? Hát általad. Ja, értem. Közben koncentrálnom kell, nem ám mellé rakom. Szóval ilyen sztori történt velem. Jó, hát ez természetes. Hogy olyan emberekkel nem fog megtörténni, akik templomba járóak, minden napot megfordulnak, és nem dolgoznak a fődeken. Tehát ráérnek oda járni. Elhinni azt a sok sületlenséget, amit ott mondanak. Már aki elhiszi. Hát ugye azért csak nem megvehető mindenki. Volt, amikor még azt akarták, hogy mondjak izét, ilyen izét, mi az üdvözlégyet is.
Hát mondom, azt se tudom mi az. Dicsak buksi. Ahogy? Hogy mondjak én ilyen hülyeségeket? Én megcsípnek a mélyek. Legközelebb moziba megyek, akkor ott meg mi lesz? Elkapnak a izék? Vampírok. Ne arra fordulja, erre fordulja. Na de komolyra váltva a szó, gyerekek. Gyakorlatilag semmi új nem történt ezen kívül. Úgy. Hátfeletek. Az a helyzet, hogy kicsit kipihenetlen vagyok, mert hajnali 2 óráig, vagy meddig szenvedtünk egy állatól elhelyezésén a mappal. Na várjatok, elkezdem előről. Egy állatól elhelyezésével a mappon, a dráva palkony a mappon, és valahogy nem akart sikerülni az Istennek se. Szegény Kovi papa már azt mondja, ő már feladja. Nem tudom milyen csuda mappot, alap mappot sikerült kifognom. De valami förgeteges. Szóval, hogyha kész lesz, akkor aztán ajaj, megszólal. Ezt megraktam ám, mint a szénás szekeret. Lehet, hogy nem is kéne mennem a fődes úton, mi? Nincs rajta heveder, hogy lekössem. Na nem úgy néz ki, mint hogyha mocorogna, hogy el akarna már vándorolni. Éj, akkor még a tyúkokat is meg kell esnem. Szerintem azok már úgy elszaporodtak, mint a nyulak. Jó van, igazodik. Így kell vinnem külső nézetbe, mert ha lepattyan, akkor lássam. Ami van? Azt mondják, sok jó ember elfér kis helyen is, ért. Akkor te nem vagy jó ember. Mi beszartál, hogy nem férsz el? Te se. Te se vagy jó ember. Jaj, észre ne vegyenek. Behívnak vissza. Ezek a... Várjál, minek is mondták magukat? Ja, ide megyek jobbra. Dominálnak. De csak így szaka.
Hát mondom, Dominátor, az jó kombány, hát persze, hát egyből az jutott eszembe, mondom, Dominátor, ebből baj nem lehet. Hanem a fenét nem. Ezek ezt a szót félreértelmezték. Ugye? Kombányba is ott a Dominátor, hát mondom, biztos jó dolog. Nem, Domina. Nem ugyanaz. Talpra. Hopp. Jó van, jött az élóvé. 23 ezeren volt, 23 ezeret hozott. Megnézem a tojcsikat is. Na azok, azoknak meg szerintem nem befagyott a seggük, hanem elfogyott az abrakjuk. Úgyhogy nem is tudok nekik hozni. Lehet, hogy meg kéne ritkítanom az állományt. Levágom őket, aztán csinálok belőle tejfölös pirkecsörkűtet. Majd figyelnem kell, nehogy szarba lépjek. Tudja, hogy tele van tyúkszarral az egész udvar. Ha megvan még egyáltalán a tyúkkal. Ajaj, meg hát. Várja, itt lehet, hogy jobban járok, hogyha kidobálom, mi? Be is állítom. Úgy sincs erre forgalom, nem jön erre a kutya se. Csak ez a... Csak én járkálok erre. Várja, megnézem az abrakjukat, hogy van-e kajájuk. Ó, nem sokat ettek. Szaporulat azóta. 111 darab tyúkom lett. Na, a tojásba is mutatkozik a mennyiség. Na, várja. Ezt óvatosan kell kiraknom, mert nehogy összetörjön. A tojásban nem mutatkozik ez a mennyiség. Milyen tyúkok ezek? Komolyan mondom. Elviszem, mert ez már régóta itt van, azért lehet, hogy bezápult. Óvatosan berakom a Paul kocsiba. És... Tojás. És... Tojás. Ezt csinálhatnám egész nap, ugye? Nyit már. Meg tudom fogni izé nélkül is, erőmód nélkül. EU-s raklap. A pofám leszakad, erre tojnak a tyúkok. Azért 17-ben egy kicsit olyan élménydúsabb volt a tojás szedni. Itt szaladgálni kellett a tyúkolba, aztán gyűjtögetni kellett. Ez már olyan, tényleg olyan EU-s cucc. Csak ide jössz, aztán raklapon vannak a izék. Kész picsa meleg mellé. Jajaj. Ott egy tábla. Nem ám kiviszem, mert még a végén az is vezekelnem kell. Ugye ezt is oda kell vinnem, ha jól tudom, a kóba. Kész gyötrelem, ez itt a izé. Vallatóház. Ebbe se kéne állnom, mi? Ú,
Várjál, hülyeséget csinálok, hát ide betolok, és akkor már jöhetek is ki. Kicsit korrigálok. Ahhoz képest, hogy 111 darab tyúk van, nem sokat tojnak. ...6399 pénz. Azt a mennyiséget, na erről beszéltem a múltkor. Ezt a mennyiséget, amit hőzabáltak, azt eladtam volna, abból is jött volna ennyi pénzem. De közben rájöttem, ám azért küldték a papaka izét, a dominákat rám, mert akkor már nekik nem lesz dolguk, ők csak ürítik a perseit. Értitek? Azóta jó. Mindegyik ilyen izéba volt. Csuhába vagy mi a lófaszba. Hát menj már az útból, hülye kutya. Aztán... Ezeknek tök mindegy volt, hogy éjszaka vagy nappal. Olyan egyformák voltak, mindig megismertem őket. Még sötétbe is. Mondom, te vagy az? Azt mondja, ja. Akkor jó van. Na, ahogy nézem az időt, akár el is mehetek aludni egyet. Annyit dolgoztam meg, már örültem, hogy megmenekültem a fapálcáknak az elnyomása alól. Úgyhogy elszaladok aludni egyet, lehet, hogy az asszony még nem fog kihajítani. Halló, egy csokolom. Van itt valaki? Aludni jöttem. Beolsanak a kanapéra. Ott talán nem vesznek észre. Tévét már be sem merem kapcsolni, nehogy itt izé legyen. Bemondják az esetemet a hírekbe. Gyorsan alszok egy reggel hétig. Úgy fogok kimenekülni. Lábújhegyen. Ú, de kopogat. Várjál, várjál, be se csukom az ajtót, hogy nehogy az ajtó nyikorgására felébredjen az asszony. Még nem éred be a szajré? Még nem. Na nézzük, mi van azon a földön, ami... Úgymond, de... Kicsit úgy gondolkozom rajta, hogy meg kéne venni. Búza, nem? Árpa? Nem. Mi lehet ez a csúnya sárga? Kukorica? Az hát, és nekem nincs hozzá vágóasztalom. Na de vajon milyen érési folyamatban van? Betakarításra kész. Óha. Akkor nem tudom még csak bearatni se. Mármint learatni. Bétakarítani. Mennyi? 51 ezeren van, visszaadok 20 ezeret a tartozásomból. Na várj, hol kell ittni? Azt mondja, hogy visszafizetés. 5, 10, 15, 20.
Hát mindegy, amíg ez beérik, addig el kéne vállalnom valami jó fizető bérmunkát. Ugye, de jó. Cukorrépa, vagy mi a gyász ez? Az hát, cukorrépa. Betakarítás. Na, ez biztos, hogy valami nagy főd. Betakarítás, betakarítás, betakarítás. Terület. Ez meg krumpli. Ja. Betakarítás. Betakarítás, nincs izé. Bálázás, szántás, talajlazítás, terület, bálázás. Hát bálázni még nem báláztam, de szerintem nem is fogok, mivel csomagolni kell, ezzel a bigyóval kell elhordani, oly. Betakarítás, ennyi krumplit itt termesztenek, komolyan mondom, ez már vicc. Na ez mennyi? 2000. Betakarítás, ez valamivel jobban fizet. Hányas föld? A fene látja. 49-es. Már nem hangzik jól. 49-es, hát elég nagy. Mondjuk nincs akkora, mint a 36-os, amekkorán bérmunkáztam. Mennyit fizet? Várjál, hol van itt? 49-es. 4800, azért még körülnézek. Ja, ez izé. Kukorica. Valami kisebb munkát kéne néznem. Így gyapot. Betakarítás. Ez is krumpli. Ez is krumpli. Ez is krumpli. Persze, hogy krumpli ez is. 248 eurót képes fizetni a betakarításért. Szanyasföld, 12-es. Ez meg fönt van a gyászba. Az, hogyha... Tonni. Nem ez az, ez az. Ugye 49-es. Ez. Hát hasonló méretű, mint az enyém. Csak alaktalanabb. Mit csináljak? Vállaljam el. Plusz 4800 pénzért. Hát azért fizethetnének egy kicsit többet is. Most mi a fenét lehet csinálni? 49-es föld, betakarítás. Jó van, elvállalom. Az is egy kis plusz pénz. Na, cimbi. Őj, merre is kell menni? Várjál. 49-es föld. Ez az, ugye ez itt a vasúti sínek. Jó van. Menjünk. Az a szívás, hogy most még mindig a kölcsönért dolgozok. Iha, lehet, hogy nem erre kellett volna jönnöm. De megoldom, jó van. Sűvítám ez a kombány. Be is ülök inkább.
Nem is néztem, hogy mit adatok, bár nem egy létfontosság tudnom. Meg jó, hogy elférek a fák alatt. Várjál, közben meg kéne néznem, hogy jó irányba jövök-e. Hoppá, hülye, hát nem látod, hogy itt vagyok? Várjál, hol vagyok? Ott vagyok, jó? Akkor jó irányba jövök. Itten jövök-e, itten ne, úgy, és akkor egyenesen neki megyek, jó? Ezt leszedem pikpak, aztán egy-két szóból beszedem a lóvét. Remélem valahova jó messzire kell elvinni a magot eladásra. Örülnék neki, mint majom a farkának, ha persze. Ma várjatok, nem hiszem, hogy onnan be tudok menni. Ja, de ott talán. Nem keresgélem én itt az utat, mert ez... Ez nem fér át a fa alatt. Legaljazom. Jöhettem volna ugye az úton is. Aha, arra kellett volna jönni. Na mindegy. Keeper amennyit játszott 15-be. Ezen a mappon szerintem ő már becsukott szemmel is tudná, hogy merre kell menni. 49-es főd, aha, ott balra, ott jobbra, ott balra, ott egyenesen, aztán ott vagy. Jaj, jó cirok, ha jó nézem. És csővel befelé indulok. Azám. Egy agyás, muncsolhatsz utána, gyökér. Én nem vállalom, azt tuti. Nem. Nincs az az Isten. Azt mondja nekem az egyik apáca, paráználkodtál. Mondom, én soha. Azt mondja, hát nős vagy? Mondom, igen. Azt mondja, hogy ha most is paráználkodsz, akkor növeled a bűneidet, úgyhogy minden nap duplán kell. Duplán kell a bűneidet izéni, megbánni. Azt a kurva, mondom, bazd meg. Hát mondom, miért nem baszott Európa? Nem hiszem el, komolyan mondom. Nem mondom, inkább elválok.
Több tucat volt, komolyan mondom, több tucat volt, legalább egy 30. Hát biztos, hogy volt köztük egy szűz. Egy biztos, hogy volt. Ezek izé hithű apácákám. Nem, ilyen izék. Én már csak úgy neveztem őket, szevasz 1-eske, szevasz 2-eske, szevasz 3-aska, 4-eske. Sötétben meg... Ma megint te jöttél. Ha, megint itt vagy. Hát de régen találkoztunk, vagy 3 perce voltál itt. Olyan egyformák voltak sötétben. Azt szokták mondani, sötétben minden tehén fekete. Ezek meg még feketébe is voltak öltözve. A bőrruha is fekete volt, meg a nappali ruhájuk is. Hozhatom a Pault kocsit, de leállítom a Brizlit. Mi van? Nem nyitottam ki, hogy de? Jó. Égyni. Ide. Keressük a földhöz a bejáratot, a földutat. Nem jön egy Citroen se szerencsére. Az a gáz, hogy a való életben ugye ez a 4000 euró, ez nem kevés lóvé. De itt a játékban viszont nem sok lófaszt ér. Ezt most, hogyha átváltanám ezt a 31.000 eurót, amin van, átváltanám forintba, akkor gyerekek, hány számjegy lenne itt? Meg háromszorozódna. Ennyi most az euró, nem tudom, 420 körül van. Valahol itt kell bemennem. Ebből is látszik, hogy Magyarország jó teljesít. Horin ma bányász békaseggel ott van. Oda fogunk jutni, mint a pengővel. Majd izé, kilóba fogjuk mérni a forintot. Úgy fogjuk cserégetni. Egy kiló pengő, egy kiló forint. Az egy kiló hús, vagy mit tudom én, egy 10 darab tojás. Vagy mint ahogy volt a románoknál, lej. Milliárdos izé. Ugye nálunk is millpengő volt, meg ilyen lófasz a románoknál, meg volt a mill... izé, a lej.
az is ott milliókba számoltak már. Aztán alig ért pár száz forintot az a cucc, ez az összeg. Úgy állok, hogy a végéhez égni, és akkor könnyen vissza tudok állni a sorra. Hát ez a porútó, ez nagyon rossz helyen van, nem lehet látni, hogy mit csinál a csiga. Ezt leverem egy-két szóból, vagy három szóból, ezt a földet. Egyébként nem rossz ez a föld, gyerekek. Itt ezt az erdőt meg lehetne szüntetni, ez elég sík ahhoz, hogy hozzá lehetne szépen szántani. Azért ezzel már lehetne nyerni egy jó darab bot, jó mennyiségű fő darabot. Mondjuk itt van benne egy kis pukli, de ez orvosolható. Lehet, hogy inkább erre fogok orientálódni, és nem is a másikra. Egész a sínekig ki lehetne vinni. Na, nem vagyok én izé. Körbe-körbe mászkáljak. Most te, mi? Oda néz. Ő úgy gondolta, hogy nem abba az irányba megy, amelyikben én akarok menni. Szépen ráállok egy fogásra, aztán így ne. Még a végén elszédülök, hogyha így megyek körbe-körbe. Szakaszolok, mondjuk úgy. Itt lesz értelme annak, amit mondtam, hogy balra kaszálunk. Most, hogyha balra fordulok, akkor szépen a csövem kifelé lesz. És egy az egybe tud mellém állni a traktoros, üríteni. Jelen esetben én vagyok a traktoros. Hogy bele ne menjek a kanálisba.
ezt az alsó részét, ezt le tudom forogni szépen. Ide meg majd, persze, hogyha nem a falat látnám. Ezt a részt is. Gyönyörű, gyönyörű. Mekkora részt lehetne azzal nyerni. Az az erdő hozzá lenne szántogatva. Már mondjuk ez a... nem ez a traktoros pótom. És a hülye, nem ez a pótos traktorom. Hanem a másik, de... most jó lesz ez is. Én már nem fogom kicserélni. Milyen sit halmok vannak benne az útba. Belehordták a törmeléket. Na itt ezt a cirokszárat lemuncsolni majd jó sztori lesz. Rűhet annak, aki csinálja. Én biztos, hogy nem vállalom. Azt tuti tutko. Kérem a Sanyit, hogy segítsen. Mert akkor majd mellé tudok állni. Talán nem fog az a sügér annyit kihagyni. Ha ráér. Hát most kérdés az, hogy nem-e ment el az is izé gyónni. Mert akkor azt se látom egy évig. Lehet, hogy a professzor is azért elment, az is elment, azért nem látom azt se. De aztán lehet, hogy visszaengedték, mert várjál, megnézem. Nem, nem, jó van, a Sanyi jött. Mondjuk ez nem ad nekem még tizen... Ja, de egy ezres kell, jó van. Ezer liter. Jó, meg is van. Bele ne vidd a kanálisba, mert... ne legyél már ennyire rutintalan. Hát mi van? Ha meg ne hallja itt nekem, leamortizálódott a traktorom az állásba. Na, hova kell lesz vinnem eladni? Hát ne is ide közel valóban, ne. Hol a felkiáltójel? Csak én nem látom, vagy nincs. Ezt lehet, hogy le se kell adni. Ugye ez a telephely. Jaj, hát ide hát, a persze, hogy ide hát. Odani. Ó, a Bélához. Ismeritek, nem?
Várjatok, nincs erre valami közelebbi út, valami izé, vagy csapás. Itt vagyok. Így itt át tudok menni, én tökön passzuljon mindenen keresztül. Remélem. Itt van egy híd, ez fasza. Jó van. Ez az erdő az enyém, amivel nem érek semmit, nem tudom eladni a fát. Jaj, hát ez haldoklik ez a traktor, mi van ezzel? 12 tonna alatt, pedig nem annyira szar az állapota. Egyből fölrakja háromba. Legalább akkor kettőbe raktad volna, vagy egybe is, akkor egy felezőt kapcsolsz, vagy valami, de hát... Hát a másik komolyan mondom, hogy erősebb. Azért merek így nyugodtan átjönni ezen a fődön, megbeszéltem a gazdával. Ugye itt maszek voltam neki. B segítő befejezte a munkát. Na, fasza. Hát csak bűnös. Csak bűnös a lelke, azt ezt is el, ennek is el kell mennie. Hát Istenem, ha menni kő, ha menni kő. Többbe fog kerülni az üzemanyag, mint a bevétel. Lehet, hogy le kéne cserélnem a traktort. Várjál, ide kell be, itt kell bemenni a Bélához, mi? Itt hát. Béla? Béla, itthon vagy? Lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha ide is úgy tolatok be. De majd akkor úgy tolatok ki. Azt a kurva eget! Hát nem csodálom, hogy befejezte a munkát. Jaj, dicsek! Hát én megértem, hogy le kell mosni a járművet, de hát így... Béla... Meg kell hintáztatni. Ó... Ujjajjaj... Hogy is mondta annó Keep Cooper? Houston, baj van. Én is régen kibírok menni. Jó van. A hülye elvitte megfürdetni. Meg jó, hogy beindult egyáltalán.
a pofám leszakad. Annó Coopernek is volt egy ilyen sztoria Patakfalván. Ott mondta, hogy Houston baj van. Na várjál, csak kibaszok én veled. Ne legyél ilyen totoma. Nem is, nem merem én itt elindítani, félek, hogy... Hogy merjem? Merem? Na most már azért két forduló helyet hagytam neki. Várjál, mert... Hát nem látod, hogy merre van az egyenes, bazd meg, az előbb megtaláltad. Erre. Így. Istenem. Tényleg, te így jónásra szorulsz, komám. Van bűnöd, elvitted a főnök kombányát fürdetni. Meg lecserélem ezt a izét, traktort. Fogom a másikat, mert az erősebb. Na mennyi már, te suvernyák. Berzek, te tudsz jönni, mi? Na itt, full gáz. Mennyi, bazd meg. Muszáj leszek lecserélni a traktort, mert az gyorsabb. Na, amit egyszer lerobban nekem a templom előtt. Innen többet az életbe el nem megyek. Jó van, 80%-on van köbe. Egy de nagy a szád, most mész hazafelé, most már tudod, hogy le leszel cserélve, mi? Most úgy van. Állja ide félre a napra. Zurikátra. Hát azért jó az öreg a háznál, hogy csöpp eszel sincs, akkor is. Ebből is csak az látszik. Lesítek, hogy hova megyek, mi? Van itt izé, egérút. Ugye? Elvitte megfürdetni a traktoromat, vagy mi a kombányt. Lelkes, nagyon lelkes ez a segítő.
Hop. Gizike, gőzeke. Nézzünk azért egy vonatot, nem ám. Elvisz minket egy próbaútra, Cimbi. Na. Hát nézz oda. Jó, nem a professzor. Nem olyan nagy ez a fűt, de hát azért mégiscsak van mit csinálni rajta. Egy. Menj dolgodra. Menj el ebédelni. Egy 10 óra ízni. Na én befejezem és akkor majd visszajöhetsz, jó? Félek, hogy még egy mosás nem érne túl a kombány. Aha. Az, amelyik ment odafelé, az nem dudált. Azt már szépen le lehet így forogni. A kis darabot. Még nem írta ki, hogy ennek a földnek a... Aha, most írja ki, hogy 50%-ba teljesítve, jó? Akkor már jelek szerint a fele megvan. Június. Gyerekek, 5,5, majdnem 6 hónapot voltam oda. Szörnyű vallatásoknak kitéve. Ebből is csak az látszik, hogy az egyháznak a keze mindenben benne van. Ez nem kamu.
Milyen magas a cirokszár. Ezt le kéne kaszálni, aztán becsípelni. Hipsza, 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 hipsza. Várja, most mit mondtam? Le kéne kaszálni. Ja igen, le kéne kaszálni. És nem is tudom, hogy pontosan, de vannak olyan mappok, ahol a szójababét, azt hiszem. Szójababnak a szárát. Azt lehet bálázni, meg talán a cirokét. De ebben nem vagyok biztos. Ugye átváltom. Ja, nem, ez nem támogatott. Jó. Így né. Na de gyerekek, ennyi kaland után ez a mai rész ez eddig tartott. Úgyhogy így né, ezt lehalkítom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem ma földolgozza a YouTube, mert mostanában tényleg nagyon lassú. És tegnap nem volt időm videót csinálni, úgyhogy ezt ma csinálom, és ma kerül adásba. Várlak titeket vissza a következő részre is, ahol befejezzük a bérmunkázást, és nagy valószínűséggel bele tudunk kezdeni már a mi földünknek a betakarításába is. Na, jók legyetek, szevasztok!